Nagyon lényeges az a férfivá válás útján, hogy meg kell szerezni egy belső erőt. Erő nélkül nincs semmi, ugye? Ha valaki erőtlen, akkor azzal nincs mit kezdeni. Ha az erő nincsen uralva, nincsen kordában tartva, nincsen irányítva, akkor az csapong és minden szétver maga körül. A valódi cél, ugye a könyvemnek is azért adtam ezt az alcímet, hogy uralt erő a család és a társadalom szolgálatában, hogy az uralt erő megszerzése a valódi cél. Az uralt erő az azt jelenti, hogy annyi erőt teszek oda, és oda teszem, ami ahhoz szükséges, hogy azt a dolgot elintézzem. Nem többet, nem kevesebbet, de pontosan én adagolom azt a dolgot. És szépen, tudatosan, tiszta, ilyen nyugodt lélekkel rakosgatom, és növelni is tudom, és csökkenteni is tudom. Ugye, tehát ennek az erőnek, ennek a tudásnak a megszerzéséhez rengeteg gyakorlás kell. És ebben a... Még hozzátenném azt is, hogy a férfiak azok tényleg tesztoszteron által vezéreltek, ami azt jelenti, hogy ők tényleg egy erőgép működik bennük. A hormonális alapon, nincs amit kezdeni, hiába pacifikálják, hiába ítélik el, hiába akarják megváltoztatni, nem kell ezzel, hiszen ha ezt kiírtják, akkor lesz egy ilyen pegyhűt valami belőle, ami nem jó semmire, ugye? Az a kérdés, hogy legyen erő, de ezt uralni lehessen.